Édesapám egy könyves vállalkozó volt, már 60-as években. És ugye, hát én utána én mint inos voltam, már akkor belejöttem abba, hogy én mint vízvetékszerelő, nekiálltam utána mindjárt fürdőszobákat csinálni. Én nem műszök rá, én is még inos voltam, egy 50-es órabérre kezdtem. És mikor felszabadultam, utána már 5 meg 6 forint volt. De hát mondjuk akkor egy jobb volt a forint, mint most egy kicsit. Én már mondom, 63 óta építőiparban dolgozom. Csak aztán ugye hát közben édesapám, mikor én, hát a szegény, mikor abbahagyta a vállalkozást, mert beteg lett, akkor hát én is abbahagytam, és utána lettem én fuvarozó. Vettem egy ifát, és akkor azzal fuvaroztunk. Hitelből kellett mindent megvenni, mert nem volt rá pénzem. De abban az időben fölmertem rá venni hitelt, mert hát megmondom, volt munkám bőven. A feleségemmel kerültünk ide 94-ben. Mi ezt ketten csináltuk, utána jött a kisebbik fiam, a Roland, az már itt van 25 éve. Utána jött a nagyobbik, az itt van körülbelül 6 éve. Úgyhogy ez teljes családi vállalkozás. Úgyhogy, sőt, most már még az unokák is lejönnek, hogy aztán néha kicsit ráérnek, akkor besegítenek itt a kiszolgálásba. Hát mire a nejelme, megmondom őszintén, 10 órát lenyomtunk. Mire ide jöttünk, még befejeztük, még hazaértünk, mert nem lakok messze egyébként, de 10 óra elment naponta. Úgyhogy nem gyerekjáték. Nem úgy van, mint a nagyfelé mondja az énekben, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Itt csak munka volt, hála is. És akkor hozzá a levelet, hogy én meg a feleségem, Dombavár város 54. évforduló alkalmából, Ivani Csontor díjat fogjuk majd megkapni április 6-án. Hát én megmondom őszintén, hogy 7-ig alig akartam eljönni, meg a nejem is, hogy milyen kitüntetésben fogunk részesülni. Nagy megtiszteltetés is ez a várostanári képviselőtestülettől, hogy 75 éves koromban ilyen kitüntetésben részesítő a családomat. Mert a feleségem is megérült, mert hát együtt szenvedtük ezt a 30 évet itt a keverőben. Télen, nyáron, hidegben, melegben, esőben, hóban, mindenben.